lelakott lakások, rohadó étel a hűtőben, eltűnt bútorok. Vannak bérlők, akik így és fizetés nélkül távoznak az albérletből. Mit tehet egy lakástulajdonos, ha a bérlője már több mint 10 millió forint tartozást halmozott fel, mégsem távozik? Hasznos tanácsok lakáskiadás előtt a mai Kosár adásában. Mutyi vagy korrekt üzlet. A közös képviselők olykor sok-sok millió forint elköltéséért felelnek. Utána járunk, hogy vajon rendben van-e, ha a közös képviselő a saját cégével végeztet el egy munkát. De előbb mutatjuk, hogy ismét milyen körülmények fogadták a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának ellenőreit az egyik Pest megyei reformtermékeket előállító üzemben. Itt pedig látszik, hogy a raktár egérülőkkel volt szennyezett, és hát eléggé takarítatlan is volt. Itt látszik a különböző alapanyagok között is a lejárt termékek egy része. Itt látszik, hogy a teljes rendezetlenség van a raktárban, mindenféle kézzel ráírt jelölések az alapanyag zsákokon, ami szintén nem szabályos, és semmiféle azonosító adatot nem tartalmaz. Az oldalfalak javítottak, nem takaríthatóak, nem mosható, fertőtleníthetőek. Az üzemben gluténmentes tésztákat, például lenmagos, gesztenyelisztes makarónit, szezámlisztes spagettit és tarhonyát készítettek három másik cég megbízásából. Az üzemben használt kellékeket az udvari csapnál mosták, a raktárban pedig voltak olyan hozzávalók, amiknek a zsákjára nemhogy a lejárt vagy a származást nem volt ráírva, de az sem, hogy mi van a zsákban. Az eljárás során összesen 1500 kg-ot meghaladó mennyiségben kellett alapanyagot, készterméket kivonni a forgalomból, és természetesen elrendeltük az ott készített termékek visszahívását is, ami kifogásolható volt. A várható bírság összege milliós nagyságrendű lesz. A kiemelt ügyek igazgatósága már a tavalyi évben megkezdte a reform élelmiszereket előállító üzemek ellenőrzéseit. Ehhez a Pest megyei előállítóhoz furcsa módon vezettek a szálak. A dolog pikantériája az volt, hogy az egyik kollégánk, aki szintén ilyen tésztákat vásárol, nyáron Balatonnál találkozott egy dohos, havas száraz tésztával, és ennek során kezdtük el visszagöngyöríteni, hogy vajon honnan származhatott ez a tészta, és így jutottunk el. Ha lejárt szavatosságú, jelöletlen vagy higiéniai problémák merülnek fel egy-egy terméknél, ételnél, akkor bejelenthetik a Nébik zöld számán, a szakemberek pedig elvégzik a szükséges ellenőrzéseket. Hogy ne csak a rossz tésztákról legyen szó a riportban, a következő pár percben Széchenyi Attila séf megmutatja nekünk, hogy hogyan kell tökéletes, friss tésztát gyúrni. 700 g dupla nullás lisztet tettünk bele, 300 g durum lisztet, 8 egész tojást, 2 tojás sárgáját és 1 deciliter olívaolajat. Tehát a sót ízlés szerint, mert csapott tevőkanált nagyjából 20 g-nyit tettünk bele. Mi ezt géppel kevertük, mert ez egy keményebb tészta azért, tehát nincs benne egyentelen folyadék, csak a tojás, és ezt azért elég nehéz bekeverni, illetve őt is minél tovább keverjük, annál jobb lesz a tészta állaga, úgyhogy 10 percig a dagasztóban kevertük. Attila azt ajánlja, ha kézzel gyúrjuk, akkor egy pici vizet adjunk a masszához, mert úgy könnyebben eldolgozható az egész tészta. 3 órát hűtőben kell pihentetni, és akkor lesz a legjobb az állaga, de mindenféleképpen nyújtás előtt vegyük elő, hogy ne teljesen hideg tésztán induljunk, mert a hideg tészta azt törni fog, nem nyúlni. És jön még egy pici gyúrás, virgolás. Minden tésztát szoktak virgolni, hogy minél hosszabbak legyenek a gluténszálak, hogyha kézzel készítik. Ha eltépünk egy tésztát, onnan látjuk, hogy jó-e, ahogy szakad, milyen marad a felülete. És minél tovább nyújtott tésztánk van, ezt annál nehezebb eltépni, és annál hosszabbak a gluténszálak. Attila raviolit készít, megtölti a tésztákat, tojással megkeni a szélét, hogy biztosan összetapadjon, és sós, forrásban lévő vízben pár perc alatt kifőzi. Csak sót szoktunk tenni a vízben, hogyha a tészta tömegéhez képest 10-szeres mennyiségű vízzel főzünk, akármilyen tésztát, nem fog összeragadni olaj nélkül se. A kész tésztát még megforgatja egy kis tejszínes parmezános szószban, és már is kész a remek mű. Ha házilag készítik a tésztát, biztosak lehetnek abban, hogy mi kerül az ételbe. Ne menjenek sehová, következő riportunkban utána járunk, hogy vajon rendben van-e, ha a közös képviselő a saját cégével végeztet el egy munkát.
Ramagy állapotú a ház, a tető beázik. Panaszkodik egy lakó a közös képviselő munkájára. Szerinte az sincsen rendben, hogy a közös képviselő a saját cégével végzi a karbantartási munkálatok egy jelentős részét, több millió forintért. Ez sorba önmagáért beszél. Húsvét előtt lett rendbe rakva, kifestetve a lakás. Újra kezdtetem az előszobát, mert leázik. Ez a hajmáskéri társasházi lakó az épülettel kapcsolatos gondjait adja elő. Most éppen a tető van soron. Mutogatja, hogy toldozott, foldozott, nem szigetel rendesen, és ezért az ő legfelső szinti lakása nedvesedik. A lépcsőház sem az igazi. Ha innen fúj a szél, esik az eső, nagyon, itt tocsogunk a vízbe. Omlik szét az épület. Király László szerint ezeknek a hibáknak, hiányosságoknak az eltüntetéséért a közös képviselőnek tennie kéne. Most éppen arról mesél, mi szúrja a szemét a ház körül, például a homlokzat. Életveszélyes, mert gyerekek szoktak itt játszani, foltokba omlik le, akik csinálták ezt a vakolatjavítást, mai napig pedig már ennek több éve, és ott van a szemét. László sokalja a karbantartási munkálatokért kiadott pénzeket is. Különösen azért, mert azokat a közös képviselő és a volt férje által jegyzett cég végzi. A jogász szerint az önmagában nem jogellenes, hogyha a közös képviselő saját cégével végeztet el egy vagy több munkát. Körültekintőnek kell azonban lennie. Jogellenesé akkor válik, hogyha ez nem egy piaci áron történik, nem az, hogy körülnézett és megnézte, hogy kik nyújtják a legmegfelelőbb szolgáltatást a társasháznak, hanem hogy úgy mondjam, enyhén fogalmazva, mint minden szentnek, saját maga felé hajlott a keze valamelyest, és akár ebből még ő nyereségre is szeretett, ekkor megyünk át abba, hogy ez már jogtalan és elsősorban szakszerűtlen. Egy társasház közös képviselőinek törvényi kötelezettsége tehát az, hogy a társasház közösségnek, az abban résztvevő tulajdonostársaknak az érdekeit szem előtt tartsa. A társasház valamennyi kiadásáról évente kapnak elszámolást a lakók. László ezek közül szemezget. Itt össze van vetve a társasház és a kazánház karbantartási díja 2,5 millió forint. Ez 2016. Itt kazánház karbantartás 1 millió forint. Ez 2012-es. Szerinte ez nagyon sok pénz a karbantartásért. Ráadásul ez a 2,5 millió forint csak egyetlen tömb kazános rezsie, és van itt még jó néhány épület, melyért ugyanaz a közös képviselő felel. Például ez a ház itt, néhány utcával arrébb. És minthogyha összebeszéltek volna, az egyik lakónak itt is éppen a kazán karbantartásáért kifizetett összegekkel van baja. Kazánház karbantartás felújítás 2 millió 400 ezer forint. Én amióta itt lakok, ebbe a kazánházba szerelés nem folyt. Az épület itt is szinte ugyanazokkal a gondokkal küszködik. Három oldal az épületnek az katasztrofális, a keleti, nyugati, illetve az északi eső van, pincéből lapátoljuk a vizet, ablakokon folyik a víz. A jogász szerint való igaz, hogy a közös képviselő választja ki a különféle társasházat érintő feladatok elvégzésére a vállalkozásokat, de ezt a lakóközösség felülbírálhatja. Egy közgyűlés szavazhat, és többségi szavazás alapján akár a közös képviselő akaratával ellentétben is dönthetnek, azért ne essünk át a ló túloldalára, a társasház az önmagáért való, és a közös képviselő van a társasházért, és nem fordítva. László azt mondja, hogy sok olyan probléma is van, amely nem magyarázható pénzgondokkal. Itt is volt gyönyörű három, itt vannak a helyei, hásva, ilyen 45-50 centi átmérőjű törzsek, kivágta, elvitte. De nem érti, hogy miért nem kerül fel a házra évek óta egy tisztességes szám. 2013-ban vettem a lakást, akitől vettem, még mindig annak a neve van kiírva. Kerestük a közös képviselőt, hogy meghallgassuk az ő verzióját is a tetőről és a milliós kazánkarbantartásról és egyebekről. Azt ígérte, ad nekünk interjút, de erre végül nem került sor. Ha valaki elégedetlen egy céggel, vagy sokalja, mondjuk a karbantartásra fordított összeget, lakógyűlésen ezt jelezheti, és ott a közösségnek joga és lehetősége van orvosolni a problémát. Maradjanak velünk, mert következő riportunkból megtudhatják, hogyan lehet megszabadulni a nem fizető albérlőtől.
Rothadó ételek, kipakolt lakások és több millió forint kár tartozás, csak néhány kép nem fizető, problémás bérlők után maradt lakásokról. Fogyasztóvédelmi magazinunk most következő riportjában jön néhány hajmeresztő történet olyan tulajoktól, bérbeadóktól, akiknek egy életre elment a kedve az albérlőktől. Sajnos kétszer is sikerült rossz bérlőknek kiadni. Ezt a panellakást szinte teljesen kirámolták és lelakták a bérlők. Ebben a szobában például a parkett az teljesen tönkre ment, pedig mielőtt beköltöztek, akkor lett megcsináltatva. Ezt még az előző bérlők törték ki ezt az üveget. Megígérték a mostani bérlők, hogy ezt megcsináltatják. Én természetesen a tulajdonos nevébe kifizettem volna, de hát aztán nem lett belőle semmi, sőt ezt is összetörték azóta. A falak azok koszosak. És eltűntek egyébként bútorok. Volt egy szekrénysor, ilyen kis bútorok, és azokat nem látom sehol. Egy részük itt volt, egy másik részük pedig abban a másik szobában. Hát ugye a fal az mindenütt nagyon mocskos, nagyon koszos. A lakás tulajdonosai Olaszországban élnek. Ingatlan irodát bíztak meg a bérbeadással. A bérlők rendeseknek tűntek, és kezdetben fizettek is. Aztán meggondolták magukat, és sem a bérleti díjat, sem a rezsiköltségeket nem fizették tovább. A villanyt azt kikapcsolták, mert abból természetesen nem fizettem be már a villanyszámlákat, már nem is fedezte volna az se a költség, és akkor utána még ráadásul megpróbálták lopni az áramot, úgyhogy mikor végre sikerült kitenni az albérlőket az ingatlanból, akkor nem csak az a kár történt, hogy elmaradtak a bérleti díjak, rengeteg rezsitartozás halmozódott föl, vissza kellett kapcsoltatni az áramot, és ráadásul megbüntették még a tulajdonosokat 300 000 forintra az elmű, mert hogy megpiszkálta valami az áramot. És hiába mondtam azt, hogy de hát ezt a bérlők csinálták, azt mondta, őket nem érdekli, akkor polgári úton lehet perelni. A helyzet egyre aggasztóbb lett. A bérlők ugyanis sem fizetni, sem távozni nem akartak. Végül egy albérletkezelésre specializálódott cég tudta rávenni őket, hogy mindenkinek jobb, ha távoznak. Nem voltak együttműködőek, nem akartak elköltözni, mindenki azt hajtogatja, hogy majd a bírói végzéssel, bírósági végzés alapján akkor mennek el, ha ez a kezünkben van. Amikor már látják, hogy a másik fél, aki velük tárgyal, azért tudja ennek a jogi hátterét, a jogi szabályozását, tehát látja, hogy vannak lehetőségei tulajdonosnak is, akkor azért észérvekkel meg lehet győzni, náluk is ez volt. Tehát belátták, miután többször is kommunikáltunk velük, hogy jobb, ha átadják az ingatlant. Zoltán és csapata rengeteg tulajdonosnak segített már megszabadulni a link bérlőktől. Minden lakást dokumentálnak. A többség ilyen síralmas állapotban hagyja el az ingatlant, plusz maguk mögött hagynak még több hónapnyi vagy évnyi tartozást. Ezt a lakást a két nem fizető család több mint 1,5 millió forintnyi tartozással hagyta itt. Próbáltuk a kulcsot visszaszerezni tőlük, akkor azt mondták, hogy adjuk vissza a kauciót, amit ők annak idején adtak, és akkor visszaadják a kulcsot. Tehát még ez is volt képük. Tartozás ellenére, igen. Lakásbérbeadással egyre több ingatlan iroda foglalkozik. Rákegyett ingatlan szakértő azt mondja, hogy sok problémás bérlőt ki lehet szűrni, ha leellenőrizzük, kinek adjuk ki a lakásunkat. Sokkal inkább megbizonyosodhatnánk arról, hogy a bérlő fizetőképes, viszont nem tesszük. Sokkal több az előítélet, mint amennyi ennek a valóság tartalma. Vannak természetesen ugyanúgy, ahogy kevésbé jó tulajdonosok, vagy kevésbé jól alkalmazkodó tulajdonosok, ugyanúgy vannak kevésbé jól alkalmazkodó, vagy őszinte bérlők. Dajka Zoltán is azt vallja, hogy lakáskiadás előtt bizonyosodjunk meg arról is, hogy a bérlő valóban tud-e majd fizetni hosszú távon is. Ők a megfelelő bérlő kiválasztásában is segítenek. Ha tud, akkor kérjen munkáltatóigazolást, akár jövedelemkimutatást, nyilatkoztassa őket, hogy hol dolgoznak, tehát valami úton próbálja meg azt, hogy legyen bevételük, mert ugye ha effektív már úgy mennek oda és kiveszik, hogy már következő naptól nincsen pénzük, akkor onnantól már probléma lesz. A problémás bérlőtől nagyon nehezen lehet megszabadulni. Következő riportunkban jön egy teljesen felforgatott és elhagyott lakás, valamint több megoldást is mutatunk arra, hogy hogyan választhatják ki a legjobb bérlőt, ha a lakáskiadáson gondolkoznak. Meg
megfelelő albérletet találni legalább annyira macerás, mint jó albérlőt találni hozzá. Előző riportunkban már láthattak több leharcolt állapotban átadott lakást, amelyet az albérlők csak nagy húzavona után voltak hajlandóak átadni. Most következő fogyasztóvédelmi riportunkat egy újabb rémtörténettel kezdjük. Mint hogyha elmenekültek volna. Ebből a lakásból például szó nélkül távoztak a bérlők. Itt még penészes élelmiszerek is vannak, meg ilyesmik, amit itt hagytak. A tulajdonosa az egykor jobb időket megélt lakás maradványait mutatja. Azt meséli, hogy egy kedves házaspár vette ki a lakást. Normális dolgozó embereknek néztek ki, és itt laktak nem messze egy albérletbe, ahonnan állítólag azért kellett kiköltözni, mert a tulajdonos nem fizetett a bank felé, és a bank lefoglalta a lakást. Azt mondja, a kauciót is letették, de többet nem fizettek. Egy árban, egy rezsiben megállapodtunk, egyetlen hónapban ki nem fizették. Az előleget ideadták, akkor amíg az volt, addig tulajdonképpen betudtuk annak, és amikor az már elfogyott, akkor már szóltunk, hogy így nem lesz jó, mert akkor el kell hagyniuk a lakást. A lakók viszont nem mozdultak. Végül Dajka Zoltán albérletfelügyelettel foglalkozó csapat győzte meg a lakókat, hogy jobb lesz, ha távoznak. Amikor jött az időpont, akkor közölték, hogy ők nem mennek sehova, nem tudnak menni, és nem is áll szándékukba. A hölgy nagyon okosnak hitte magát, és mindenhol megpróbált jogi úton panaszokkal élni, feljelentésekkel, tehát mindenfele fordult. Sajnos ez egy kicsit időhúzás volt, mert ezt mind ki kellett védenünk, természetesen sikerült is. A problémás albérlőkkel hadakozó tulajdonosok sokszor érzik úgy, hogy teljesen tehetetlenek. A lakók nem mozdulnak a lakásból, a jog azt védi, aki birtokon belül van, de pont ezt lehet kihasználni is. Amit a törvény tilt, az a tilos önhatalom. Tehát, hogy én nem mehetek be és foghatom meg a gabancánál fogva akár más emberekkel a bérlőt és dobhatom ki a lakásból. De például, hogyha én is abban a lakásban vagyok, abban az ingatlanban vagyok bejelentkezve, akkor minden további nélkül oda mehetek, és lecserélhetem az árat, kihívhatom a lakatost akkor, amikor a bérlő nincsen benn, ezzel nem teszek semmi jogszerűtlen, és ezzel elérhetem azt, hogy ténylegesen, mivel nekem lesz csak kulcsom az új zárhoz, én kerülök birtokba a lakás tekintetében, és onnantól már megfordul a dolog, amennyiben a bérlő ezzel nem ért egyet, akkor ő fordulhat jegyzőhöz, és bíróságra fordulhat birtokperben. Tehát ezt én tanácsolni tudom, hogyha valaki meg akarja úszni a több évig tartó pereskedést, és egyébként úgy gondolja, hogy valóban igaza van. Lakáskiadásra is igaz, hogy könnyebb megelőzni a bajt, mint utólag megszabadulni a nem fizetőktől. Vannak gyanús jelek, amelyeket ha észreveszünk, megúszható, hogy csalók költözzenek a lakásunkba. Dajka Zoltánék lakáskiadással is foglalkoznak. Vallja, hogy egyszerűbb megbízható bérlőt beköltöztetni, mint egy problémásat kirakni. Sokszor belefutunk olyan bérlőbe, akit már mi raktunk ki. Tehát megjelenik az ajtóban, meglát minket, már sarkon fordul és elmegy. Aki nagyon sürgősen azonnal ki akarja venni, ő lefoglalózza láthatatlanban, már telefonban már úgy mondja, hogy jön és hozza a pénzt és lefoglalózza. Tehát amikor már valaki nagyon-nagyon-nagyon erőlteti ezt a dolgot, és nincs mondjuk ideje egy napot várni, vagy rögtön foglalkozni akar, úgyhogy nem is látta azt az ingatlant, az már azért alapból egy gyanúsabb dolog. Rák Edit ingatlan tanácsadó is megbízható bérlőkre specializálódott weboldalt vezet. Ennek az a lényege, hogy a bérlőket leigazoljuk, vagy olyan igazolásokat szerzünk be tőle, ami biztosítja a tulajdonost arról, hogy a bérlők fizetőképesek, hosszú távon gondolkodnak, ami igazából ideális. Minden esetben közjegyzői okiratot készítünk arról, hogy amennyiben a bérlő nem fizet, vagy olyan helyzet áll elő, hogy nem tudnak jól együttműködni abban az esetben, kiköltöztethető. Ő is a megelőzésben hisz, és abban, hogy inkább legyen kicsit olcsóbb a lakás, de azt a bérlő hosszú távon és megbízhatóan tudja fizetni. Olyan viszonyt próbálunk meg kialakítani a bérlővel is, hogy őszintén mondja meg, hogyha valami probléma van, és inkább próbálunk segíteni és kompromisszumot kötni, mint hogy felhalmozódjon mondjuk egy nagyobb tartozás. Ha lakáskiadásban gondolkoznak, szánjanak időt a bérlő kiválasztására, és ellenőrizzék, valóban fizetőképes-e a leendő lakó. Így nem csak kellemetlen percektől, de tetemes tartozástól is megkímélik magukat. Ha úgy érzi, becsapták, átverték, megkárosították, írja meg történetét a kosarkukac.mtv.hu-ra, vagy küldje el levelét a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64-es címre. Adásunkat visszanézhetik a www.mediaclick.hu oldalon.